Üdvözlöm Lázi Zoltánt, és azt szeretném megkérdezni öntől, hogy mi történt a legutóbbi találkozásunk óta, azon belül is a legfontosabbakat kérem, mondja el nekem. A legutóbbi találkozásunk óta a városban történt események közül a legfontosabb az, hogy több cigány embernek kellett ahhoz meghalni, hogy azok a jogaink, amelyek már voltak, hogy érvényesülni tudjanak. Arra gondolok, hogy a helyi önkormányzat az Andrássy Dénes utcai cigánsoron az átjáró hidakat nem volt képes megcsináltatni több éven keresztül, csak akkor, amikor egy cigány áldozat került ki ebből. Előtte egy hónappal kértük az önkormányzatot, hogy csinálja meg. A kisebbségi önkormányzat testületülésén határoztunk arról, hogy meg kell csináltatni ezt a átjárót, mert életveszélyes. Az alapolgármester megígérte, hogy megcsinálja. Nem csinálta meg. És amikor a cigány ember belesett, akkor már jött a városgondosság is, megcsinálta. Persze azzal, hogy most megcsinálja utoljára, de még egyszer nem fogja megcsinálni. Semmi nem változott. Nem változott azért, mert ezelőtt egy évvel is kértük azt, hogy segítsenek a legszegényebbeken. Akkor sem segített az önkormányzat, és ma is ezt a karácsot is úgy kell megélnünk, hogy nélkülözve a napi cigányságnak. Ezelőtt egy hónappal két cigány embert betemetett a szénfal, csak azért, mert nem volt pénzük, kimentek, hogy megéletéshez jussanak, és betemett őket a szén. Két haláleset, egy harmadik gondatlanságból, az önkormányzat gondatlanságból, és ki tudja, mi lesz még. Rettenetes, ami most folyik. Hogyha az önkormányzat a cigányságot is úgy kezelni, mint az állampolgárokat, és nem, hát csak másodrendű állampolgárok vagyunk ma ugyanúgy, mint ezelőtt egy pár évvel, és a Fidesz nem hozott volna egy olyan törvényt, hogy a külföldiek is állampolgárok lehetnek Magyarországon, akkor most nem kéne harmadrendű állampolgárként az ilyeneket. Másodrendűként sem volt jó, de harmadrendűként még rosszabb. Ez a mai helyzet. És milyen a viszony az önkormányzattal, és mit gondol, hogyan lehetne jobbá tenni ezt a kapcsolatot? Nincs kapcsolata az önkormányzattal a cigányoknak. Sőt, a cigány kisebbségi önkormányzatnak sincs kapcsolata az önkormányzattal. Nem mutatunk be egymásnak programokat. Nem ülünk le, nem beszélünk. Rosszul választotta az önkormányzat vezetése. Választott olyan embert, aki nem is tudja, mit kell csinálni. Nem működik a kisebbségi önkormányzat, nem nincsenek testületi ülések. Lehet, hogy határozatok vannak, de ülések nincsenek. És hogy hozzák ezeket, ezt nem tudom, de semmi nincs. Például a legutóbbi időben most volt egy ilyen csomagosztás a legszegényebbek, nem tudjuk, hogy milyen alapon választották ki a támogatottakat. 54-en kaphattak élelmiszercsomagot. És hogyha érdem szerint kapták, azt sajnáljuk, de rászúrsági alapon nem kaphatták a cigányok, ugyanis 5-6-7 gyerekes szülők vannak, akik nem kaptak. Nem értjük, milyen alapon kapták az 54-ennek a csomagot. Több ezer ember van a városban, aki szegény, rászorult, de hogyha érdemi alapon kapták, akkor sejtjük, kik lehetnek azok. Nem azok, akik rászorultak. Nem kapnak csomagot. Semmilyen segítséget nem ad az önkormányzat a cigányoknak útnagon. Ha csomagot akar osztani, vagy hoz ide valaki valamilyen segítséget, az önkormányzat elutasítja azzal, hogy futnokon nincsenek szegények. Igen, nem kell. Sajnáljuk. Lenne egy pár ötletünk, de nem lehet, mert az önkormányzat még csak nem is kíváncsi arra, hogy milyen ötleteink vannak. Nem lehet ezzel az önkormányzattal együttműködni a kisebbségi önkormányzatnak. És múlt, akkor beszélgettünk az iskolai körülményekről, hogy azok javultak-e azóta. Arra lennék még kíváncsi. Az iskolai körülmények nem javultak. A mi szemléletünk egy kicsit megváltozott azzal, hogy most van időnk, az elmúlt időben volt időnk megtapasztalni a tanárok hozzáállását, ugye kapcsolatba kerültünk a tanárokkal, és egy pár tanárt jobban megismertünk, és most azt gondoljuk, hogy nincs a tanárokkal baj. Semmilyen baj nincs a tanárokkal, a vezetéssel lehet a baj. Csak azt nem értem, hogy egy olyan vezető, egy olyan,
egy olyan igazgató az iskolába, hogy tud egy gyerekek ellen lenni, vagy hogy tud rosszul vezetni az iskolát, amikor meg se szabadna szólalnia. Több éven keresztül, már több tíz éve annak, hogy az iskolába az igazgató férje hordja az alapanyagot a főzéshez, mivel zöldáru boltja van. Ilyen kapcsolatrendszernél én azt gondolom, hogy a legjobban kellene viselni az igazgatónak, mert ha valaki ilyesmire rájön, ez nem törvényes. Azt a boltot fenntartjuk, életbe tartjuk a férjem boltját, és más bolt nem kerülhet szóba sem. Ez egy monopólium. Így nem szabadna. És hogy a gyerekeken még kiadják, hogy neve védelhet, hogy menjen haza, ablakot nyitnak rá, mert cigánszakban. Ilyen igazgatóval nem hiszem, hogy javulni fog ez a helyzet. Ha 10 év múlva kérdezi meg ezt tőlem, akkor 10 év múlva ugyanazt fogom tudni válaszolni, ha ugyanez az igazgató lesz. És a lakcím bejelentkezési ügy az hogy nem? A lakcím bejelentéssel kapcsolatban a törvényszékhez tettünk felentést, lakcím bejelentéssel kapcsolatban a törvényszékre elment a helyi vezetés, tudjuk kit bíztak meg, gondoskodni próbált arról, hogy ne legyen büntetése a helyi önkormány neki rossz határozat miatt. Még minket büntettek meg 30 ezer font, nem tudom, hogy ez kicsikar, hogy gondoskodott ebben, hogy ki legyen csikarva, aki gondoskodott róla. És azt sem tudom, hogy az önkormányzat fizette a nagy gondoskodót, vagy a civil emberként, ugyanis a törvénytelenség az ugyanúgy fennáll, hogyha a lakcímbejelentést büntetnek meg. Ezt majd a választás után, hogyha másképp alakul a helyzet, ezt újra a törvényszék elé viszük, és visszamegyünk, meglátjuk, mit lehet majd csinálni ezzel, de törvénytelenül zajlott minden. Itt kerestek meg, hogy keresték meg a kormány emberei ilyeneket el tudnak intézni, sőt, tettünk még különbeket is Magyarországon. A rendőrséggel milyen viszonyban áll a cigányság popnokon? A rendőrséggel csak rossz viszonyban áll a cigányság. Ugyanis a rendőrök már annyira hozzászoktak ahhoz, hogy bármit megtehetnek, hogyha csak látnak az úton minket, akkor bemegy az őse, és tesz egy felmentést, a másik rendőr aláíratja, beküldi a bíróságot, vagy a szabálysértési osztályra, és már büntet nekik minket 50, 60, 40, 30, több 10 000 fontra büntet a rendőrség. Most a lakcím bejelentést a rendőrség számára felváltotta ez a fajta törvénytelen intézkedés. Ha megkérdezik a rendőrtől, hogy a 100-an itt állom, miért pont engem igazol, akkor azzal már mi a rendőr megtámadtuk azzal, hogy nem hagyjuk, hogy igazoljon, akkor az 40 000 forintra megmerjük kérdezni. Ugyanakkor egy magyar ember leigazolja, hogy mutassa már meg a jelvényét, hogy ezért ki jut élet rendőre vagy nem. Mi meg se kérdezhetjük, hogy miért csinálja. A rendőrség ártatlanul, törvénytelenül több ezer ember büntet meg egy hónap alatt, ugyanis több ezer bejelentés megy azzal, hogy jól működik a kutatói rendőrség, mondhatják ezt is. Ugyanakkor 10 millió forintjába került a városnak a zéró tolerancia, azt nem tudom, mire költötték, ezt majd biztos a következő kormány, vagy a következő hatóság ki fogja deríteni. Ha ez is ahhoz tartozik, akkor rossz irányba fizetett az önkormányzat 10 millió forintot, ugyanis megbízza belőle a rendőröket, hogy mit kell csinálni velünk. Erre a példa az, amikor a jelzőrejött, és azt mondta a rendőr, menjetek be, hogy én nem mondom, mit kell csinálni. Tehát ez folytatódik azóta, és folyamatosan a rendőrkapitány nem tudom, mit csinál, oda kellene figyeljen az embereim, nem figyel. És ez az eredménye. Érdeklődéseim szerint alakult egy cigánypárt. Kérem, beszéljen erről. Megalakult a magyarországi cigánypárt. A megyei szervezetének alelnöke vagyok, és próbálunk most egy olyan tömörülést létrehozni a cigánsággal, hogy a magyarországi cigánságnak is legyen helye. Azt szeretnénk, hogy a cigányok cigányra szavazhatnának végre, és cigány emberek is ülhetnének a parlamentben, egy ember sem cigányként a parlamentben, hogy ne lehessen pontosan ezeket az ügyeket, amiről beszéltem, ezeket az ügyeket megcsinálni Magyarországon. Hátra egy picit demokratikusabb lesz ez az ország attól, hogyha benne van egy pár ember, és nem hagyja, hogy törvénytelenségek történjenek ez az országban. Hogy ott milyen a viszony, egy jó
viszony van a pártban, családias viszony, családias körülmények. Persze a jó barátság az azon alapszik, hogy ha hogy jót ittunk, jót hánytunk, jó barátok lehetünk. Én ezt nem tudom megcsinálni, így kevés barátom van. De, sőt, van, aki, ha találkozunk, akkor nem már a szememben nézni, meg elsompolyog onnan, ahol jött állok. Ez embere válogatja. De a családias viszony, a körülmények, ez a magyaroknál is így van. Akkor, amikor a magyarok pártot alapítanak, akkor mindig a legjobb haver, a legjobb sógor, a legjobb sógor, mindig ezek kerülnek előre. Ezek tények. Őszinték a cigány emberek a pártban. Akarnak valamit, tudnak is valamit csinálni. Most egy olyan gárda alakult ki a párton belül, akik a legprofibbak. Például Horváth Aladár, aki vezeti a párt listáját. Dancs Misi, az igazgatója a pártnak, pártigazgató. Horváth Lúgyi az elnök. Bordás Géza. Olyan emberek vannak, akik tudják, hogy mit csinálnak, és gondolom, hogy is tudják csinálni, amit szeretnének. Mi meg azért vagyunk, hogy segítsünk ebben. A magyarországi cigányságnak végre el kell határoznia, hogy sem a bal oldal nem jó nekünk, a jobb oldal meg egyáltalán nem jó nekünk. Tudjuk, hogy tehetünk arról, hogy váltás volt, de az emberek akkor azt gondolták, hogy volt egy olyan rossz helyzet, amikor jön egy maloki polgármester, és akkor elkezdi tötetelni, és akkor az MSZP-nek szó szerint törvényeket csinál belőle, és azt gondoltuk, be kell, hogy vagyunk, azt gondoltuk, hogy az Orbán Viktor pártja, akit nem ismertünk még igazán, megismerhettük volna 2002-2006-ig, de nem ismertük igazán, hogy milyen lesz, azt hittük, hogy jobb lesz. Ma ott állunk 2014 elején, hogy 2010-ben fel voltunk csigázva attól, hogy lesz lehet valami, de 4 évet meg ilyen világvége hangulatba töltöttük el. Köszönöm szépen a Zoltánnak. Annyit szeretnék mondani, hogy áldást kívánok megint ugyancsak azoknak, akik rátolták útjainkat, és kellemes karácsonyt és boldog évet azoknak, akik úgy gondoljuk, hogy velünk vannak.